Jó estét kívánok, ez itt az Aktuális. Az 5000 lakosnál alacsonyabb lélekszámú települések pályázhatnak a Magyar Falu programban meghirdetett támogatásokra. Ebben az évben mintegy 70 milliárd forint áll majd rendelkezésre a beruházásokra. Többek között erről beszélgetek Herceg Tamás országgyűlési képviselővel. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, én is köszöntöm Önt is és a nézőket is. Ugye a Magyar Falu programban az önkörzetéből is több település pályázhat. Előző magazin beszélgetésben már a kollégámmal beszélgettek 5 településről, most maradt 4. Kezdjük 2 egyházával. Igen, érdemes, hogyha a lehetséges fejlesztésekről beszélünk, megemlíteni valóban a Magyar Falu programot, de azt is, hogy sok más egyéb Európai Uniós vagy hazai forrás áll rendelkezésére a településeknek, hogy egy jól megtervezett időszak után pályázatokat nyújtsanak be. A Magyar Falu program nagyon sok viszonylag kisebb összegű beruházást, fejlesztést tesz lehetővé, és emellett ott vannak a nagy operatív programokból megvalósítható feladatok. És hát ezek között vannak olyanok, amik vasban, acélban, cementben, sóderben öltenek testet, és vannak olyan programok, tervek, elképzelések, amik szoftok, amik az oktatással, egészségügyel, közösségi élettel vannak összefüggésben. Hogyha két egyházáról beszélünk, akkor a közelmúlt, a jelen, illetve a közeljövő nagy munkálatai közül talán érdemes megemlíteni azt, ami az oktatás üggyel kapcsolatos. Egyrészt, hogy egy román nemzetiségi iskola is működik két egyházán, úgyhogy hogy ezen a településen az a kedvező lehetőség nyílik az ott lakók számára, hogy két általános iskola közül választhatnak, és a közelmúltban adtuk át a román általános iskolában az új tornatermet és a természettudományos szaktantermet. És hogyha oktatásügyről beszélünk tovább, akkor még említhetjük azt, hogy az Alföld Agrár Szakképzési Centrum egyik fellegvárává válhat a kétegyházi telephely. Rendeződött a sorsa az iskolának és az ott dolgozókkal, illetve az Agrár Szakképzési Centrum vezetőjével való tárgyalások alapján valóban úgy tűnik, hogy egy felfutó időszak elé néz a kétegyházi képzés. Fontos megemlíteni a kétegyháziak régi panaszait. Az egyik az a kétegyháza Gyula közötti út minőségével van összefüggésben. Elkészült az az út, ami nagyon sok munkába járónak az életét könnyíti meg. Rettenetesen rossz minőségű a kétegyháza és Elek közötti út. A közeljövőben elkezdődik annak is a rendbetétele, felújítása. Egy nagyszabású csapadékvíz elvezetési program fejeződött be most kétegyházán, kerékpárút épül, fontos célunk, remélhetőleg a viszonylag közeli jövőben megvalósuló célunk az, hogy egy rendőrőrs jöjjön létre kétegyházán. Azt mondhatjuk tehát, hogy kétegyháza is egy fejlődési pályán van. A sorban még benne van Újkígyós is. Igen, Újkígyós ugye az a település, amely meghaladja az 5000 fős lélekszámot a Magyar Falu programra, tehát nem pályázhat, de ez nem jelenti azt, hogy nem juthat olyan erőforrásokhoz, olyan lehetőségekhez, amely az újkígyósiak életét segíti. Erre jó példa az, hogy több mint 80 millió forintból megvalósulhat az az 1,4 kilométeres elkerülő útnak a felújítása, amit az újkígyósiak nagyon régen várnak. De hogyha a közelmúlt beruházásait nézzük, akkor elmondhatjuk azt is, hogy a művelődési ház egy felújításon átesett, egy nagyszabású ipari park létesítési program zajlik Újkígyóson, illetve hogyha a közeljövőre gondolunk, akkor érdemes megemlíteni azt a közösségi szándékot, azt az összefogást, ami egy Trianon emlékmű fölállítását jelenti a nemzeti összetartozás jegyében. A helyiek terveznek egy emlékmű művet, ami reméljük, hogy egy emlékmű megépítését, amire reméljük, hogy a közeljövőben, vagy ebben az esztendőben, vagy a következőben sor kerülhet. Mi a helyzet Kondorossal?
Kondoros szempontjából nagyon fontos volt, hogy elkészült az M44-es út, ami azt jelenti, hogy az a brutálisan nagy átmenő forgalom, ami a települést, a kisvárost érintette, az most már nem halad át Kondoroson. Kondoroson nemrégiben voltunk és találkozhattunk egy cégnek a vezetőivel, akik Európai Uniós forráshoz jutottak, és egy olyan cégről van szó, amely egészen elképesztően innovatív módon működik. Mezőgazdasági feldolgozóipari cégeknek például terveznek, gyártanak, kiviteleznek, helyeznek üzembe olyan eszközöket, amik ezeknek a cégeknek a munkáját segíti, és hogyha az ipari vagy a mezőgazdasági fejlesztésekről beszélünk, akkor érdemes szót ejteni arról a 215 milliós beruházásról is, ennyi Európai Uniós forrást kapott ugyanis egy kondorosi fejlesztés, ami egy hűtőházi beruházás volt. Kepenyes Pál világhírű művész ugye nemrégen hunyt el. Az a terve a kondorosiaknak, az a tervünk azoknak, akik az ő életművét tiszteljük, hogy szeretnénk létrehozni egy a Kepenyes Pál alkotásait a közönségnek megmutató kiállító teret. Kondorosról talán még érdemes elmondani azt, hogy egy nagy kerékpárút fejlesztési program ért a végéhez a közelmúltban, és az úthálózata sok évvel ezelőtt talán a legrosszabb minőségű volt a környező településeket, hogyha sorra vesszük, de az elmúlt években részben lakosság önerővel, részben önkormányzati forrásból, részben állami segítséggel egészen jól halad a porossáros utaknak az aszfaltozása Kondoroson. Csorvás mire számíthat? Csorvás most konkrétan arra számíthat, hogy az alapfokú oktatási nevelési intézménye megújul, jelentős forrásból lehet komfortosabbá tenni az ott tanuló gyermekek életét, de egy inkább rövid, mint középtávú terv az, hogy Csorváson egy a mostanihoz képest jobb lehetőségeket, körülményeket biztosítsunk az ott tanuló gyermekek számára a tornatermi foglalkozások tekintetében, tehát egy tornatermet kell rendbehozni, illetve építeni Csorváson. Csorváson működik a Hunapfel nevű cég, amely mondhatjuk, hogy a megye egyik legnagyobb gyümölcs termelő és feldolgozó cége, és hogyha Csorvásról beszélünk, és egy mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozást említünk meg, akkor egy másik vállalkozást is érdemes kiemelni, ez pedig a Szőttes Kúria, ugye a Hudák családnak a elképesztően szép munkája, olyan ruhákat készítenek, ugye olyan magyaros ruhákat készítenek ott, amelyek világszínvonalú minőségűek, és a szépségük is párját ritkító. Ha a közelmúltra tekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy nem régen bicikliztünk át a két település között, Csorvás és Gerendás között, tehát a kerékpárút hálózat, a járdahálózat is fejlődik, ott is egy dinamikus tervezési munka van egyébként, ami a település jövőjét illeti. Következő téma, ugye a napi adatok azt mutatják, hogy Békés megyében, így Békés Csabán is egyre magasabb a fertőzöttek száma. Már csak nem a kórházi oltópontokon vannak oltási akciónapok, hanem a háziorvosoknál is. Mennyire eredményesek ezek? Igen, úgy tűnik, hogy a harmadik oltás felvétele az nem olyan dinamikus, mint az első és második oltás felvétele volt akkor, amikor erre lehetőség nyílt, de így is már 3 és 4 millió közötti azoknak a száma, akik a harmadik oltást felvették, és 6 millió 300 ezer körüli azoké, akik a második oltáson túl vannak. Ugye a harmadik oltást azoknak célszerű felvenniük, akik 6 hónappal ezelőtt kapták meg a második oltást, illetve az utóbbi 6 hónap alatt nem estek át a betegségem.
Valóban romlanak a Békés megyei adatok is, de mi nem tartunk ott, ahol a budapesti, illetve az országos adatok vannak. Tulajdonképpen azzal a 16 ezret megközelítő számadattal, amire a mai reggelen ébredtünk, tehát az előző napi megbetegedés szám az rekord tulajdonképpen a koronavírus járvány kitörése óta Magyarországon. Békés megyében ennél a mostani adatoknál, vagy ezek a mostani adatokhoz képest voltak rosszabb napok is az előző hullámok időszakában, tehát mi még viszonylag jól állunk, és úgy tűnik, hogy nálunk is, mint más országokban beigazolódni látszik az, hogy ez az Omikron válfaja a koronavírusnak, ez egy sokkal jobban fertőző, sokkal gyorsabban fertőző, de enyhébb tünetekkel hát járó betegséget hoz, és a lefutási ideje is gyorsabb, ezért is van az, hogy a karantén szabályokon módosított a kormány, tehát rövidebb ideig kell karanténban lenni annak, aki most esik át ezen az Omikron vírus okozta fertőződésen. Vannak olyan szakemberek egyébként, akik azt mondják, hogy a nyájimmunitás küszöbéhez érkezett Magyarország, más szakemberek azt mondják, hogy ez távol van még, nem tudjuk. Egy dolog biztos, hogy azokat a szabályokat, amelyeket a kormány elrendelt, és a távolságtartással, maszk használattal, gyakori kézmosással, a közösségi terekben, hogy hogyan viselkedünk, illetve az oltakozással kapcsolatos terveket, szabályokat, célokat, ezeket érdemes betartanunk. Ugye még emlékeinkben élnek a nagy lezárások. Hogyha tovább növekednek az adatok, ezek a számok, akkor mit gondol? Számíthatunk valami hasonló lépésre? A kormánynak elkötelezett szándéka, és erről én is beszéltem itt a stúdióban is, és hallhatjuk a szakemberek véleményét, illetve a politikusok véleményét is, hogy a lezárásokra, általános, az egész országra kiterjedő lezárásokra talán nem számíthatunk, nem nagyon szabad ilyenre sort keríteni, hiszen ez egyrészt az iskola ügyet is, nem is az, hogy megrendíteni, de azt tudjuk, hogy a digitális tanrend az nem tudja ugyanazt nyújtani a gyermekeinknek, mint a jelenléti oktatás egyrészt. Másrészt, ha a közösségek élete blokkolva van, az bizony a mentális egészségünkre is hatással van, és arról se feledkezhetünk meg, hogy a lezárások óhatatlanul együtt járnának azzal, hogy a gazdaság teljesítménye visszaesne. Ezért szokták mondani a politikusok döntő többsége. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy néhány párt kivételével majdnem az összes közéleti szereplő azt hangsúlyozza, talán azt is mondhatjuk, hogy szerte a világon, hogy az oltás az, ami segíthet, és Amerikától Franciaországon át Magyarországig oltakozásra buzdítják az embereket. Folyamatban vannak a 2021 és 2027-es uniós pénzügyi ciklus tervezéséről szóló tárgyalások. Békés-Csaba és a térség mit helyez a fókuszba? Igen, részben összefügg ez a kérdés azzal, amiről az imént beszéltünk az interjú elején. Most van az az egyeztetési, tárgyalási folyamat, ami a békés-csabai járás településeit érinti. Nálunk a békés-csabai járásban, vagy fogalmazzunk másképpen, mondjuk úgy, hogy Békés-Csabán és a város környéken egy olyan település vagy területfejlesztési modell érvényesül, ami egyébként az Európai Unió számára példa, pontosabban az, ahogyan mi eljárunk, az Európai Unió hát szempontrendszerébe is tökéletesen illeszkedik, hogy a települések ne lokálisan és a környező települések szempontjait nem figyelembe véve tervezzék meg, hogy a következő, vagy a most már tartó ciklusban a terület és település fejlesztési operatív programból mire pályázzanak, hanem együtt tervezzük a békés-csabai járás települései a jövőt, és úgy tűnik, több tárgyaláson vagyunk már túl, úgy tűnik, hogy egy konszenzus alakul ki a tekintetben, hogy melyik település mennyi forráshoz jut. Ha minden igaz, februárban
lezajlanak, vagy a végéhez érnek ezek a tárgyalási folyamatok, és hogyha ez megtörténik, utána majd a települések már egyenként adhatják be azokat az elképzeléseiket, azokat a programjaikat, amiket ebben a 2021 és 27 közötti időszakban szeretnének megvalósítani. A tervezés folyamatában vagyunk, tehát de jól haladunk, és az egy fontos szempont, hogy a települések a legutóbbi tárgyaláson úgy álltak fel az asztaltól, hogy a lakóik számára megfelelő forráshoz juthatnak. Döntően azt mondhatjuk, hogy a lakosságszám arányos forráshoz juthatnak majd a Békés Csabai járás települései. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt az Aktuális. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!